Zuglói bedobás, Szilágyi rúgja előre. Ő az egyetlen játékosa most már a BVSC-nek, aki mindegyik mérkőzésen kezdő volt a zuglói csapatban. Hidi Patrik, illetve még Benkő Bíró volt ilyen játékos, de Hidi most nincsen keretben. Egy korábbi játékosunkról van szó, Benkő Bíró pedig csak a kispadon. És viszont figyeljünk, mert itt az első lövés, és sajnos ott a gól. Megszerzi a vezetést a BVSC Tóth Levente góljával a harmadik percben. Hát itt a hideg zuhany. Ajajaj, vigyázzunk hátul, megint egy rövid labda, és abban ott az újabb helyzet, Horváth Roland a 16-oson belül. Ne engedjük őket lőni, Vernes cselezget, és el is lövi, lepattan a blokkról, ott van még a labda, csak sikerült kirúgni. Hogy nehezen, ideje volt már, hogy felszabadítsunk, Csősz. Hát van veszély azért ezekben a BVSC támadásokban, bizony Dús! Óriásit védett Vernes helyzeténél. Most viszont megint rohamoznak az uglóiak, Tóth, el is lövi, ezt is Dús! A második nagy védése Dús Gellértnek a meccsen. Kocsis Dominik. Bobál. Bobál feléveli, Krajcsovics irányába. Krajcsovics ki tud lépni gólhelyzetbe. Krajcsovics lő! Gaj! Kapufa! Pedig már formáltam a G betűt. Szabó Alexi a labda. Kocsis Gergely középre, Bobá Gergely. Na, ebből most lehet valami, Krajcsovics is ott középen, Bence Leitner íveli be. Ott a helyzet még, és végül kirúgják. Szabó Alex visszaszerzi, Krajcsovics megint helyzetben lehet. Krajcsovics, ez a csel jó, még mindig ott van, Krajcsovics. Lőrinci lőhet, lő is laposan mellé. Bocskai középre, Vinícius kirúgja. Kocsis Dominik labdát szerez, ez bizony szabályos volt. Kocsis eltekeri Kocsis mellé. Ördög maradt hátul. Bocskaiék talán a kipattanóra számítanak. Ott Szabó Alex is, Kocsis Gergely is majd elindul befelé, elég nem itt a szabadrúgásnál, mert Bobá Gergely is Lőrinci íveli be. Kifejeli, Kocsis Dominik lőhet kapásból, ő is megpattan mellé. Keresi. Kidobja oldalra. Most a beadás, de Kundrák nem mozgott erre a középre, erre a labdára. Csenterics megfogja. 65. perc. Szabadrúgással jön tehát a BVSC. Szilágyi. Az eszélyes porfejel. És még Tóth Keve vissza tudta rugni, Dús megfogja, de már kint volt előtte a labda. Bence Leitner. És Kundrák helyzetén kívül nagyon komoly lehetőséget. Egyelőre a második fél időben még nem dolgoztunk ki. Kundrák tovább tudja vinni, Vinicius menet. Kundrák gól helyzetben, Kundrák lő meg, pattan Csenterics. Szabó. Bence Leitner. Hát azt a júliusi felkészülési meccset, annak a végeredményét azért szerintem szívesen elcserélnénk a mai bajnokival. Lőrinci. Lepattan, így jó, Keresi, Zitzer, még mindig ott van, Keresi lő, gól, 1-1, Keresi kiegyenlít, van még idő megnyerni ezt a mérkőzést. De nem lehetett, hogy ennyi helyzetből ne rúgjuk egyetlen egy gólt. 1-1, Keresi. Lőrinci, Kundrák irányába, Kundrák mellel át tudja venni, Kundrák nem tud kapura fordulni, de ez jó lehet, Krajcsovics 16-oson belül már, Krajcsovics még mindig ő 16-oson belül, és végül ki tudják rúgni az uglóiak, de Ördög ezt még beéri, Ördög nem volt kinn, mehet tovább, Ördög beadása, Kundrák nem ért vele. Mitrovics. Meglódulhat most a BVSC. Balog, vigyázzunk, Balog cselezget, 16-oson belül, Balog lő, meg pattan Dús, övé. Kundrák. Nagyon sok játékperc nem kellett neki az újabb gólhoz. Kundrák híveli át a másik oldalra, Krajcsovics. Kilépj rá Májer, azt lehet lőni. Megfogja a kapus, Ördög lőtt, Csenterics védett. 4 perc a hosszabbítás. Ennyi időnk maradt megnyerni ezt a találkozót. Hát nagyon kéne azért a 3 pont.
És hiába egyenlítettünk a hajrában, azért maradéktalanul elégedettek, és rövidtasak azért nem leszünk, azt hiszem, egy pont után, de nyilván azt is azért meg kell becsülni. Na nézzük a szögletet. Kudrák csúsztat, ott a helyzet! És még mindig Kocsis kapura, még egy lövés, Csenterics véd! Bence Leitner rúghatta volna a győztes gólt a 91. percben. És itt a vége. Vagy itt is. Így van. Lefújja a játékvezető a mérkőzést. Kezet fog. Most mindenkivel csertőerről. Szekeres Tamással például. Mert hogy döntetlen születik a Budapeston véd BVSC Zugló mérkőzésen. Egy olyan találkozón, amelyen hát mind a két csapat megnyerhette volna ezt a találkozót, illetve behette volna három pontot. Nekünk a hajrában voltak ezekre nagy esélyeink, de hát mindent egybevetve végül egy ponttal gazdagodtunk. A végeredmény tehát Budapeston véd BVSC Zugló 1-1.